Ilyen szép, egyenletes lett a nyársapáti főtér burkolata. A korábban töredezett aszfalt már a múlté. A kulturált parkoló kialakításával tovább szépült a falu központi része. A település 18 millió forintot nyert a munkákra egy pályázaton. A belügyminisztéri írt ki egy pályázatot, és így két utcát, az új utcának egy részét, és a Táncsics utcát, és itt a parkolót le tudtuk aszfaltozni. Nagyon, nagyon olyan göröntös állapot volt itt a betonozás annak idején, és nagyon örültünk neki, hogy legalább a falu földet ki tudunk alakítani. Hát a régi, úgy mondjam, fákat, ilyen cseréket, azokat készítettük, és új sövényt rakunk, új fenyőket ültettünk, és új a táblát is egy új tábla lesz, ilyen eligazító tábla fogunk csináltatni a régi helyre. Sőt, további tervek is vannak. A főtér sarkánál, ahol most a város karácsonyfája áll, jövő tavasszal egy szökőkút lesz. A tér mögötti önkormányzati területen pedig szálláshelyet szeretnének létrehozni. Pályázatot nyújtanak majd be, mondta a polgármester. Kis Miklós hozzátette azt is, amiben csak tudják, segítik a település lakóit. Az ünnepek előtt pénzbeli juttatást kapnak a helyiek. A kormány tavaly felemelte a szociális juttatásokat, és megmondom, hogy nyársapátok nem igazán vették igénybe, és mi úgy döntöttünk a képviselőtestülettel, most ugyan jó magam, hogy ezeket az összegeket a családoknak szétosztjuk, és hogy minden nyársapáti fiataltól a 18 éves korig kap 20 ezer forintot, és minden 70 év fölötti nyárspárti állandó lakosunk szintén 20 ezer forintot fog kapni, amit már postázunk is, úgyhogy az is karácsonyra mindenkinek a karácsonyfáj alá fog kerülni. De nem csak pénzbeli támogatással segítenek, a rászorulók között tűzifát osztanak szét. Összesen több mint 1500 mázsányit, ami fejenként, illetve családonként másfél és három mázsa közötti mennyiséget jelent. A polgármester megmutatta a szelektív hulladékgyűjtősziget új helyét is. Eddig a főtérnél volt, de mint Kis Miklós mondta, olyan gyalázatos állapotok voltak a gyűjtősziget körül, hogy úgy döntöttek, néhány utcával odébb új helyet keresnek neki. Kamerákkal látták el a környékét, és aki nem kulturáltan használja a hulladékgyűjtőket, szankciókra számíthat. A polgármester büszkén mutatta a templomnál a Betlehemet, és a hatalmas adventi gyertyát is, amivel az ünnepre hangolódást szeretnék még örömtelibbé tenni.